A Jászberényi Járási Ügyészség bűnszervezetben kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt indítványozta hat személy letartóztatásának 2024. augusztus 17 napjáig történő meghosszabbítását. Az ügyészség indítványa szerint a gyanúsítottak egymással együttműködve, aláfőré rendeltségi viszonyban állva rögzült szerepek szerint végezték az új pszichoaktív anyag, az N-etil-norpentedron értékesítését Területi felosztás szerint, oly módon, hogy az a hatóság előtt rejtve maradjon. Az ügyben szereplő 19 gyanúsított 2020 év augusztusa óta folytatta tevékenységét, melynek során heti rendszerességgel szereztek be új pszichoaktív anyagot, melyet a gyanúsítottak egy része további értékesített, viszont eladóik részére. A bűnszervezet értékesítési tevékenységét főleg Jászapáti, Jászladány és Heves településekre terjesztette ki. A 19 gyanúsított mindegyike jelenleg kényszerintézkedés hatály alatt áll, tekintettel arra, hogy korábban a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája letartóztatásokat vagy bűnügyi felügyelőtöket rendelte el. A járási ügyészség azért indítványozta a bűnszervezett tagjaival szemben a kényszerintézkedés tartamának meghosszabbítását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel továbbra is fennáll a gyanúsítottak szökésének, elrejtőzésének veszélye, valamint megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, más személyeket jogellenesen befolyásolnának, egymással összebeszélnének, és az is, hogy folytatnák az új pszichoaktív anyaggal való kereskedést a kényszerintézkedések meghosszabbításáról a szolnoki járásbíróság nyomozási bírája fog döntést hozni